mint e-sport köznév elég sok mindent foglal magába egyébként, de tulajdonképpen minden olyan elektronikus játék, amit lehet kompetitív szinten űzni, vagy egy játszani, azt általában e-sportnak hívjuk. Többféle játékformában megjelenik egyébként, mint amit én is játszok egyébként, League of Legends-el játszok én. Ott ugye 10 ember 5 és 5 ellen játszanak. Tulajdonképpen külön nagyobb és kisebb rendezvényeken, ami szokott online, valamint offline is megrendezve lenni. Egy kicsit komplex kérdés, meg talán tévhitek is övezik, de hogy alapvetően amúgy, mint ahogy a nevében is benne van, abszolút lehet rá sportként tekinteni, egy picit modernebb változatban, nincsenek szabályai, mint a bármelyik másik sportnak, mert rengeteg fajta ágazata van különböző játékok, ahol minden ugyanolyan tulajdonságra szükség van, mint egy bármilyen sporthoz, és aki profin űzi ezt az egészet, hozzá még társulja úgy egy fizikai erőnét is, kondi formájában, aki pedig fél profin vagy még csak hobby szinten, neki pedig csak szimplán még a játékban való fejlődés, stb. A kezdeti lépés, de egyébként ugyanúgy mentálisan elvárt képességet az embertől, a csapatmunkát, alázatot, rengeteg gyakorlást, szerintem kell hozzá egy kis tehetség is, úgyhogy ezt nem ugyanazok úgy felelhetőek benne, mint bármilyen másik sportban, csak egy picit modernizált változatban is. Tényleg az a jó, hogyha az ember mellé testmozgást is végez, hogy úgy teljesen kelljen egészítve a dolog. Hát általában egyébként, hogyha már egy csapat része valaki, azt, hogyha most organizációnak lehet nevezni, egy nagyobb csapat, van mögöttük név, van mögöttük nem csak 5 játékosból áll az egész csapat, hanem egy menedzserből, egy edzőből, valamint ugye grafikusokból, stb. Általában a rendezvények ugye fővárosokban szoktak megrendezve lenni, itt például Magyarországon, mint Budapesten, szinte minden, ami LAN verseny, az ott szokott megrendezve lenni. Különféle rendezvényeken, mint például a Mondokonon, vagy olyan rendezvényeken, ahol alapból más témájú egyébként az a rendezvény, de oda beszokták illeszteni ez a sportot is, mert egyébként elég sok ember, aki ilyen helyekre járkál, az úgymond belátást nyer alapból a játékvilágba is, vagy legalábbis valamilyen szinten foglalkoznak vele, és egyébként érdekel elég sok embert is. És ezeken a rendezvényeken szokott megrendezve lenni pár ilyen verseny, ahol hát általában az organizáció vagy kiküld valakit a játékosokért, vagy ugye tömegközlekedéssel szoktak feljárni. Én a League of Legends-re játszom, ami a közhédelemben LoL néven van elterjedve. Igazából mással nem is nagyon próbálkoztam, ezzel kezdtem, és azóta így ez folyamatosan megy nekem így az életem során végig így hobbiként. Hogyan kerültél bele, vagy küzdötted fel magadat ilyen szintre, hogy e-sportolhatsz, vagy hogy versenyezz ezzel a játékkal? Hát ez egyszerűbb, mint maga a kérdés, mert gyakorlatilag nem csináltam semmit. Technikailag igazából csak teljesen nyugodtan otthon játszottam haverokkal, és igazából hát próbáltam mindent beleadni. Igazából az elsődleges célom az volt, hogy a haverok között élnék a legjobb, és akkor, hogy így vagy milyen jó lesz nekem. És akkor egyszer csak így, nem tudom, ilyen amatőr szinten jött egy-két ilyen magyar csapat megkeresés, hogy hú, láttuk, hogy nem tudom én játszol, mit tudom én, nem játszol a nevelünk, nem próbálta ki magad, és akkor így akkor rajzáltam, hogy amúgy itt van ilyen is, és akkor így elkezdtem vele foglalkozni, és akkor ugye eltelt sok év, mert így jobban benne vagyok a community-vel, a témában, de hogy amúgy semmi cél nem volt ezzel, meg így külön nem figyeltem oda rá, ez egy régi folyamat volt. Most viszont már rengeteg ember amúgy, aki elkezdi, úgy kezdi el, hogy külön céllal, meg külön foglalkozik, a nevek, stb. De régen ez szerintem abszolút nem így volt. A mai generációban a szülők általában a gyerekeket nem szeretik egy egész nap a gép előtt látni. Nekem, hála az egynek egyébként az én családomból ebből nem volt probléma. A tanulás mellett nyilván tudtam úgy intézni a dolgaimat, hogy ne roncson a játék ugye a tanulásomon, meg ugye a tanulmányaimon. Az a baj egyébként, hogy nagyon meg kell próbálni megértetni ugye a családdal, hogy ez most neki fontos, karrier szeretne belőle építeni, hogyha lehetséges. Már a mai világban egyébként egész könnyű ezt megoldani. Igazából kőkemény munka ez is. Minél több időt beleszáll az ember, ugyanúgy, mint bármelyik másik sportban egyébként, legyen az sakk, foci, teljesen mindegy, ugyanúgy munkából lesz eredmény, minél több munkát bele kell adni, és azzal kell foglalkozni a legtöbbet, ugye. Nagyon fontos az, hogy meg kell keresni azt a középutat, amivel a másik generációt, az idősebb generációt is meg lehet fogni, és szerintem a hangulat, amit össze lehet hozni egy ilyen rendezvényen, vagy egy ilyen versenyen, az nagyon-nagyon meglepő egyébként szerintem annak, aki nem ismeri például a játékot, hogy elmenne egy ilyen helyre, hogy mennyi ember szurkol, mekkora készülések vannak egy ilyen rendezvényre. Rengeteg fajta verseny van igazából, több fajta szervezésben.
minden nagyobb szervezet már korábban, vagy a fogban versenyt, aki bármilyen formátumban ezzel az e-sporttal foglalkozik. Nyilván ez attól függ, hogy mekkora a háttér támogatása az egésznek. Alapvetően nagyon gyakran tárgyeremények vannak, amit ugye a játékosok fel tudnak használni arra, hogy esetleg a saját teljesítményeket növeljük, vagy a nagyobb, nevesebb versenyeken ott pénzszeremény van, ez a, ugye mértéke attól függ, hogy éppen milyen támogatás van a versenynek. Ugye vannak amatőrebb versenyek, amik ilyen teljesen házi szervezésűek, különböző versenyszervezők vagy szerveztek által, és vannak a nagyobb nemzetközi szintű versenyek, vagy ligák, amik egyébben sokkal ritkábban vannak. Aki már tapasztaltabb játékos, például régebb óta játszik, az az új generációra nem úgy tekint, mint aki most át fogja venni az ő helyét, hanem valamiért próbálja visszahúzni. Szerintem azért, mert fél attól, hogy elveszik az ő helyét, és ugye ő már nem lesz annyira fontos. Ezt kéne valahogy mindenkinek megérteni, hogy az új generáció az nem arról szól, hogy most átveszik az ő helyüket, és akkor őket elfelejtik, hanem inkább azt a tapasztalatot, amit megszerzett egy bizonyos játékos, azt átadni az új generációnak. Ezzel egyébként jóval nagyobbra fel lehetne virágasztani, hogy Magyarországon is az e-sportot ebből a szempontból, hogy legyen utánpótlás, mint játékosok, ugye? Ez lenne a legfontosabb szerintem. Ennek egyébként az utánpótlásnak a megoldása, tehát látsz például iskolákban, meg például főiskolákban jövőt, hogy valaki például e-sport iskolában lenne, mert ha jól tudod, egyébként Pesten már van. Igen, létezik egyébként már, egy ilyen szak egyébként, ami az e-sporttal foglalkozik, meg egyre több olyan sportszakértő egyébként áttér erre a részre, aki eddig ugye nem az e-sporttal, hanem csak simán sporttal foglalkozott. A saját példámból kiindulva egyébként kezdetben én is hát ilyen streameléssel foglalkoztam, vagyis hát ugye gyakorlatilag amit játszottam, amit amit gyakoroltam, azt ugye közelítettem, és akkor ebből kezdett el jönni egy kis bevétel, amire ugye hát agyuméknek is hát volt az első olyan felmutatott dolog, amikor azt érteszettem velük, hogy ez nem csak így, nem tudom, hazajövök suli után, és akkor csak így játszom. A mi generációnk az, aki nagyjából így hallott erről, megismeri, de még itt sem mindenki, szerintem nagyon negatív hatása van a magának a kifejezésnek, meg a szónak így a köztudatban, legalábbis itthon. Nem tudom, hogy ez más, hogy ezt hogy oldották meg, vagy ilyesmik, de szerintem kevés kommunikáció van az e-sportról bármilyen platformon, gondolok itt a, nem tudom én, TV, rádió, újságok, internetes, ilyen hírportálok, stb. Nyilván van egy saját e-sportos hírportál itthon is, ami tök jó, de hogy ez csak az a téma érintettei ezután. Más emberekhez ugye nem. Szóval szerintem így az emberek nagy részének, akik ebben nincsenek benne, ez nincs így tolva. Aki pedig benne van, ő pedig hát nyilván ez egy kis közösség, ami ugye hát egyre nagyobb és nagyobb, de hogy alapból nem olyan hatalmas, úgyhogy nem tudom, hogy lehetne rajta változtatni. Én így a community-n belül örülnék annak, hogy egy picit struktúráltabb lenne a versenyzés, meg a szabályok kicsit szigorúbbak lennének így a csapatok összetartó elejére vonatkozóan, de hogy ezen kívül, hogy magát az e-sportot a köztudatba iktatni, szerintem az még sok-sok év, de hogyha egyszer sikerül, akkor utána már ott lesz végig, és akkor az összes generációnak ez így több alap lesz, hogy ez egy létező fogalom.